Üdvözlöm nézőinket, ma este is ismét külön kiadást láthatnak. Velünk van Nagy Zoltán polgármester úr ismét. Két napja nem találkoztunk, polgármester úr, üdvözlöm. Mi minden történt azóta Gyergyószent Miklóson a járványügyben? Mi történik a karanténban, az őrzött karanténban? Üdvözlöm a kedves nézőket. A karantén jelentésünk az egy picit pozitívabb, mint az elmúlt időszakban volt, ugyanis újabb vendég nem érkezett haza. Viszont azt most már lehet mondani, hogy a mai naptól kezdődően lekezd járni az a 14 napos őrzött karantén időszak a bevitt személyeknek, vagy bekísért személyeknek, amelynek most már következtében két személy is a mai nap hazamehetett a családja körébe, és az elkövetkező hétvégén most már további 4 személyre számítunk arra, hogy egészségesen el tudja hagyni a 14 napos őrzött karantént. Természetesen abban az esetben, hogyha hazaérkeznek még idegenből lakótársaink, akkor nekik is rendelkezésükre fogjuk bocsájtani jellegi helyzetet is, ahol most jelen pillanatban a normáknak megfelelően fertőtlenítések történnek, és arra is fel vagyunk készülve, hogy ha nagyobb számú hazaérkező érkezik a városba, akkor számukra is most már egy újabb karantén épületet is kijelöltünk, hogy senki ne kerüljön az útszélére, vagy más településekre akár. Ott hány férőhely van az új karanténban? Azt kell mondjam, hogy sajnos bőven van hely, több mint 20 helyen rendelkezünk még pluszba, úgyhogy egyelőre úgy látjuk és úgy ítéljük meg, hogy ez elég kell legyen. Majd a későbbiekben amennyiben szükség lesz, akkor még akár többet is ki tudunk jelölni. Az első percekben, vagy az első időkben nehézség volt az önkormányzat és a vendéglátóegységekkel való tárgyalás, hiszen az elején még mindenki nagyon visszafogott volt. Aztán most hál' Istennek a vállalkozók részéről érkeztek olyan megkeresések, hogy vállalnák akár ennek a kockázatát is, hogy ilyen tevékenységet végezzenek, hiszen belátták azt, hogy a karanténzóna az még nem jár akkora veszéllyel és akkora felelősséggel, hogy ezt ne lehetne ellátni biztonságos körülmények között. Éppen ezért most már valamivel könnyebb a helyzetünk. Bízunk abban, hogy minél kevesebben kerülnek be oda, de úgy, ahogy említettem, amennyiben szükség lesz rá, akkor további karantén épületeket fogunk megnyitani. Reméljük, hogy nem lesz szükség. Nem lesz, viszont azt is tudjuk, hogy a minisztériumok részéről érkezett információkból, hogy úgy ítélik meg és úgy becsülik meg az egészségügyi miniszter részéről is a szakértők, hogy még 2-3 hét felfelé ívelésben lesz eltöltve. Minimum ez a 2-3 hétben arra számolnak, hogy naponta több és több eset fog felszínre jönni. Éppen ezért ajánlatos további intézkedéseket is meghozunk. A tegnap és még ma is elég széleskörű ellenőrzés volt a rendőrség részéről a közutakon, illetve a járdákon gyalogosokat is állítgattak és ellenőriztek. Mi a mérleg ennek? Így igaz, úgy, hogy ezt a korábbi napokban is jeleztem és jeleztük, arra kell számítani, hogy az idő, ahogy telik, nem könnyítések fognak lenni, hanem szigorítások. Abból az egyetlen egyedüli okból, hogy az előírásokat tartsuk be mindannyian egymás közös egészségének és biztonságának érdekében. A tegnap nagy számú jelenlét volt tapasztalható a rendőrség részéről, más településekről is érkeztek ide, amelynek a mérlege az volt, hogy több mint 750 esetben végeztek igazoltatást. Ebből a 750-ből többnyire, tehát túlnyomórész 460 egy néhány esetben autós igazoltatás is volt, a többi az gyalogos igazoltatás, és az esetek teljességéből mintegy 76 esetben róta ki bírságot, és a 76 bírság meghaladja 70 ezer lejes összértéket. Úgyhogy most már nagyon oda kell figyeljünk arra, hogy betartjuk-e szabályokat. Van egy jó hír is benne. Az, hogy csak is azokat büntették meg, akik nem tartották be az előírásokat, azok, akik továbbra is betartják az előírásokat, továbbra is akadálymentesen folytathatják mindennapi tevékenységüket, de jelzés is egyben, hogy azok, akik nem hajlandóak a minimális szabályokat betartani, akkor büntetésekre számíthatnak. Mi történik ezzel az összeggel, amit büntetésben kifizetnek az emberek, hová kerül? Hát nagyon jó lenne, hogyha ez a helyi költségvetésbe kerülne be, de egyelőre nem. A minden egyes koronavírussal kapcsolatos kihágásnak az ellenértékét a büntetés útján, amikor befizetik, az az állami kasszába megy be is. Ennek a befizetési kötelezettsége is nem a polgármesteri hivatal alárendeltségébe tartozó pénzügyi osztálynál lehetséges, vagy nem ott kell megtenni, hanem az állami kincstárnál fog kelleni ezt majd befizetni. De továbbra se az a lényeg, hogy minél több büntetés ki legyen osztva, hanem hogy tartsuk be az előírásokat. Így ugye? Igaz, az alapmutató az nem az kell legyen számunkra, hány büntetést adtunk ki, hanem hogy hányan vagyunk az utcán. Még azt látjuk, hogy még mindig azért vannak, akik mondva csinált okokkal is elhagyják az otthonukat. Olyan esetben is egyébként róttak ki büntetéseket, amely volt eset, hogy nem volt nála a kitöltött nyilatkozat illető személynél. Olyan is volt, hogy hibásan volt kitöltve, de akkor is róttak ki büntetést és bírságot, hogy kitöltött nyilatkozattal
rendelkezett az illető személy, de nem találták a rendőrök megalapozottnak a kiárás okát, és ilyenkor is büntetésben részesítették az illető elkövetőt, és a továbbiakban is ez fog lenni. Tehát hangsúlyozom, nekünk most nem az elsődleges szándék az az, hogy minél több büntetést adjunk ki, hanem azt, hogy minél kevesebben legyünk az utcákon. Ha a lakosság, a közösség arra visz minket, belekényszerít egy olyan helyzetbe, hogy büntetni kelljen, akkor természetesen így fogunk eljárni, hiszen még egy pár hetet kell csak kibírni, és pár hét után akkor vissza tud állni ez a régi rend, amit megszokhattunk az elmúlt időszakban, és csak tőlünk függ, hogy a pár hét után akkor mennyi lesz a közösségen belüli veszteség, hiszen tetszik, nem tetszik, nem dőhetünk hátra, hiszen még nem vagyunk a végén. Idáig sikerült megőriznünk magunknak azt a címet is, hogy még fertőzésmentes zóna vagyunk. Ez csak tőlünk függ, a következő időszakban képesek leszünk-e rá, az, hogy ezt meg tudjuk tenni, fegyelmezettségre és rendre van szükség. Az önkormányzat egy sor intézkedést is hozott annak érdekében, hogy az emberek minél inkább megengedhessék maguknak azt, hogy otthon üljenek a saját lakásukban. Úgy tudom, önkéntes csoport is szerveződött, főleg az idősek ellátására, vagy az ellátásuknak a megsegítésére. Van-e rájuk szükség, vagy hányan vannak, mit kell tudjunk erről? Használják-e az idősek ezt a szolgáltatást? Hát úgy, ahogy ezt már korábban is beszéltük, erről két típusú programot indítottunk el, amely 65 év fölötti lakótársainkat hivatott szolgálni és segíteni. Egyik az pontosan az volt, hogy a bevásárlásban szeretnék segítséget nyújtani az idősebb korosztály számára, hogy ne kelljen emiatt is elhagyják az otthonukat, védve maradhassanak otthon a meleg otthonban. Ebben a programban az a jó hír is, egybe is kevésbé jó hír is, hogy több önkéntes jelentkezett a város civil lakossága részéről, mint ahány igénylésbe érkezett, hiszen mintegy 24 esetben kértek állandó segítséget az idős társaink, az önkéntesek pedig közelítik a 40-et, hál' Istennek, illetve még mellette ott van nekünk, akikkel nagyon jó együttműködésünk van, a Nagy Erőszent Miklósi Vöröskereszt és a Caritas otthoni család beteggondozó szolgálata is. Úgyhogy hál' Istennek abban a helyzetben nem vagyunk, hogy ne tudjunk eleget tenni a kéréseknek, viszont én ezt már korábban is felhívásként megfogalmaztam a városlakók felé, hogy annak ellenére, hogy tudok róla, és mindannyian tudjuk, hogy nem az a nemzet vagyunk, hogy könnyen kérjünk segítséget másoktól, most nem azok az idők járnak, hogy a büszkeségünknek elegettéve ne kérjünk másoktól segítséget, és akár kitegyük magunkat a kockázatnak, én azt kérem a továbbiakban is, hogy merjünk kérni, hiszen nem lesz senki kisebb és kevesebb azáltal, hogy segítséget kap. Ebben a helyzetben pedig kimondottan ajánlott élni ezzel a lehetőséggel. Én bízom benne, a későbbiekben még többen fordulnak hozzánk. Ha nem, akkor ez azt is jelentett egyébként, hogy a családtagok annyira jól meg vannak szervezve, hogy kisegítik az idősebbeket, ami egyébként normális is. Egy másik önkéntes programunk is működik, ott már nagyobb az aktivitás, ott ugyancsak önkéntesek segítségével maszkokat, védőmaszkokat varrunk és jutatunk el ugyancsak az idősebb korosztály számára. Hát most már közelíti az ezret a megvart maszkoknak a száma, amit most a napokban kezdtünk el ismételten kézbesíteni, és további pár ezer maszknak a megvarrása van még folyamatban, és bízunk benne, hogy hamarosan, napokon belül minden egyes olyan személyhez a városban el tudunk juttatni egy-egy védőmaszkot, aki betöltötte a 65. életévét. Felröppent a hír, hogy kötelezővé tenné a minisztérium, illetve a Központi Sürgősségi Kommunikációs Bizottság, hogy megnyitani a települések piacait a helyi termelők számára. Ezt, hogyha valóban kötelezővé teszik, akkor megoldható ez Gyergyószent Miklóson is? Hát azt kell majd megnézzük, hogy ha valóság lesz ebből a hírből, hogy milyen kondíciókat írnak elő. Nekem a véleményem és hozzáállásom nem változott azóta sem. Egyetlen egy cél vezérel az, hogy ezt az időszakot minél kevesebb veszteséget tudjuk átvinni. Minden egyes felelősség a döntésünknek minket és engem is terhel természetesen. Éppen ezért ennek a döntésnek a felelőssége és teljes komolysága alatt én úgy ítélem meg, hogy egy piac megnyitás nagy mértékben hozzá tudna járulni az, hogy ismét egy olyan gócpont alakuljon ki, ahol több ezer ember megfordul, és egy-két felelőtlen személy, aki fertőzést hordoz magában, meg tud több ezer embert is fertőzni. Éppen ezért ennek a kockázatát, amíg a törvény engedi, én ki szeretném zárni, és nem csak én, hanem többet magammal vagyok ezen a véleményen, hiszen ha megnézzük, érvényben van az a rendelkezés, miszerint nem lehet templomban menni, nem lehet közösségi tereken háromnál több személyként nem találkozhat, és arról beszélni, hogy megnyitunk erre egy másik találkozó helyet, egy közösségi teret, egy piacot, ahová olyan személyek is be tudnak majd menni, akik kevésbé képesek a higiéniai szabályok betartására, mert hogy
azért azt is el kell mondjuk, és tudatában kell legyünk, hogy a városban van pár száz olyan személy, amely olyan életkörülmények között él olyan város részeken, ahol ezelőtt sem arultak híresek, hogy a tisztaság minden szabályát betartották. Most gondoljunk bele, Isten őriz, egy ilyen személy behoz, de más is be tud odahozni egy fertőzést, mi tud belőle történni. Tehát én azt látom, hogy ezt a pár hetet nem szabadna feláldozni ennek az asztalán. Amennyiben a törvény előírja, akkor majd megnézzük, milyen feltételekkel, és hogy hogyan, és hogy egyáltalán milyen helységben is, hogy azt pont a piacon kell megtenni, vagy a kisebb lezárt téren és szigorú belépési korlátozásokkal. Én mindenképp megvárnám a kormányrendeletet, ha lesz ilyen, és annak fényében hoznánk döntést. Egyelőre még mindig azon az állásponton vagyok, hogy úgy, ahogy a nagyszüleink éveket ki tudtak bírni háborús időkben, vagy akár fogságban, mi ezt a pár hetet ki kell tudjuk bírni. Nem kértünk mi senkit arra, hogy éhgyomorral üljön, hogy hidegházba üljön, mindenkinek hál' Istennek megvan a saját betevője, és normális körülmények között kell kibírjuk ezt a 2-3 hetet, és majd utána elindulhat újra a piac. Arra is készülünk egyébként, hogy amire újra kell nyitani a mi szándékunk szerint időben a piacot, arra javítási munkálatokat is végezzünk el rajta, megújult térrel tudjuk fogadni a kilátogatókat, de jelen pillanatban, úgy, ahogy hangsúlyoztam, nem tartom jó iránynak azt, hogy további könnyítésekkel elrontsuk mindazt, amit mostanig dolgoztunk, és amit meg tudtunk tartani magunknak. Visszatérve erre a pár száz személyre, akik itt a város különböző részein, a téglagyárban és más utca részeken élnek. Tudjuk, hogy közülük sokan jártak a külföldre, nagyon sokan abból élnek, hogy ott kéregetnek, dolgoznak. Ők mennyire vannak felügyelve, miután hazajöttek? Kell-e őket potenciális veszélyforrásként lássuk? Hát minden egyes olyan személy, aki az ország határát átlépte azokban az időkben, amikor a szigorítások életbe léptek, akkor alá volt vetve minden nemű felügyeletnek a közigazgatóság, vagy a közegészségügyi igazgatóság részéről. Azt látom én, igazából nem áll minden információ rendelkezésemre, hiszen nem mi összesítjük ezen adatokat. Én azt látom, hogy most már lassan letelt az az időszak, az a 14 napos kritikus megfigyelési időszak, amely alatt előjöhettek volna különböző betegségek vagy tünetek, hiszen ennek a közösségnek a tagjai leginkább Olaszország, Dél-Olaszország és Németországban szoktak, hát nem tudom, munkát végezni, de oda járnak pénzt keresni, és az az időszak már jól lejárt, az a 14 nap, hogy hazaérkeztek többségében, bízom benne, hogy ez így is fog maradni, és abban is bízom, hogy nem utaznak el otthonról olyan közösségekbe, ahonnan akár át lehessen venni más problémás fertőzéseket. Az ellenőrzést illetően pedig, ami a rendet illeti, én azt látom, hogy hál' Istennek a rendvédelmi szervek azok eléggé hatékonyan felléptek az elmúlt időszakban. Felügyelik a bejárást is, a kijárási nyilatkozatokat is. Nem lehet azt mondani, hogy minden esetben sikerül 100%-os tökéletességgel ezt elvégezni, hiszen pár tíz, pár száz rendvédelmi szerv van a városban, személy, nem tudnak egy 20 000-es főt magába foglaló közösséget egyformán kezelni, de jóval gyakoribb járőrözések vannak, jóval szigorúbb fellépés van, és azt is lehet azért tapasztalni, hogy jóval kevesebb ilyen személy mászkál, sétál a városban oktalanul. Ők, ez a kategória amúgy is alacsony jövedelmű, hátrányos helyzetű, most egy, hogy ki se járhatnak a házakból. Arra volt-e gondolva, hogy esetleg őket is segíteni élelemmel, bármivel, hogy még kevesebbet kelljen kijöjjenek? Azt kell tudni, hogy Romániában is és az egész Európai Unióban érvényben van az a rendelkezés, miszerint minden állam saját maga meg kell szabjon egy olyan minimális jövedelem szintet, amellyel minden egyes állampolgára kell rendelkezzen. Ezt nevezik a szociális juttatásnak és a szociális segélynek tulajdonképpen. És ez az idén is és a most is a jelenlegi pillanatokban is megvan. Tehát minden egyes személy, aki nem rendelkezik munkahelyel és nem rendelkezik az egyfőre első minimális jövedelem szinten, akkor az állam a költségvetéséből megkapja ezt a szociális segélyt. Az elmúlt időszakban ezért dolgozni kellett, most a sürgősségi állapot alatt annyiban könnyített az állam, hogy nem teszi kötelezővé a szociális munkát mindenki számára, pontosan azért, hogy ne kelljen ezen személyek is elhagyják az otthonukat, minél kevesebb találkozási pont legyen a város területén. Tehát mindenki rendelkezik egy minimális jövedelem szinttel, amely egyébként úgy van kiszámolva, hogy az alapélelmiszerekre elég kellene legyen minden egyes hónapban. Természetesen az is jó kérdés, hogy mennyire tudnak ebből gazdálkodni, hogy a hónap elején már elköltik-e más haszontalan dolgokra is, de én bízom abban, hogy nem lesz probléma. Egyébként azért jelei már vannak és mutatkoznak, hogy akár a külföldről hazaérkezett
szerzett, különböző forrásokból pénzt szerzett személyek egyre inkább azt jelzik, hogy fogy a pénz, amivel hazaérkeztek. Azt is tudjuk, hogy ha a pénz elfogy, akkor valamit fognak kezdeni ahhoz, hogy megélhetéshez kell tudjanak jutni. Ezért is fontos, hogy meglegyen ez a szociális segély, hogy az alapélelmiszerre legyen elég, illetve készülünk mi is egy olyan csomaggal, amely abban az esetben fog segítségként kiosztásra kerülni, hogyha bizonyíthatóan tényleg nem rendelkezik az illető személy más jövedelemmel, és azáltal úgy gondoljuk, hogyha alapélelmiszerben segítjük, és alapélelmiszerrel kipótoljuk a jövedelmét, akkor nem kényszerül arra, hogy akár másoktól kelljen elvenni, hiszen semmi szín alatt nem szeretnénk azt, hogy a rend a városban megbomoljon, és atrocitásoknak legyünk szenvedői. Van-e már jelzés arra egyébként, hogy több lenne a betörés, vagy a hasonló törvénytelenségek? Hát emelkedik mindenképp az ilyen kihágásoknak a száma, hiszen nem csak a pénzzel érkeznek haza személyek, hanem ilyenkor hazaérkeznek a városból olyan személyek is, akik máshol nem feltétlenül becsületesen keresték a kenyerüket. Tudatában vannak ennek a rendőrök is, nyilvántartásuk van minden egyes ilyen közveszélyesnek, akár minősíthető személynek, személyről. Éppen ezért a város különböző zónáit, ott, ahol azt tudják, és arról van értesülésük, hogy ilyen személyek vannak jelen, hatékonyabban és gyakrabban megfigyelik. Én azt látom és azt tapasztalom, hogy a rendőrség, a csendőrség nagyon nagy erőket megmozgat annak érdekében, hogy a közrendet meg tudják tartani. Viszont nem elég csak az ő munkájuk, és nem elég a hatóságok munkája, szükség van arra is, hogy mi is, mint egyszerű városlakók, figyelmesebbek legyünk, óvatosabbak legyünk, és az a bizalom, amelyet a, úgymond idézőjelben a békeidőkben tanúsítottunk egymás iránt, azt halasszuk ugyancsak a későbbi békeidőkre, most rendkívüli állapot van, én arra kérek mindenkit, hogy legyünk óvatosabbak, zárjuk be a kaput, zárjuk be az ajtót. Aki be akar menni a lakásunkba, vagy bebocsájtást kér, azt kérdezzük meg, hogy tényleg az a becsületes szándék vezérli-e, hiszen elindultak olyanok is, nem most, de egy pár héttel korábban, még a válsághelyzet elején, hogy azt híresztelték bizonyos személyek, hogy az önkormányzat megbízásából fertőtleníteni szeretnének bemenni az illető lakásba. Már akkor nyilvánvalóvá tettük, hogy mi senkinek ilyen meghatalmazást nem adtunk, nem is fogunk adni, nem is szeretnénk, hogy ilyen legyen. Éppen ezért arra kérünk mindenkit, hogy csak azt engedje be házába, akit ő hívott, vagy akiben megbízik, és mindenki mást hagyjunk kívülre. Hangsúlyozom, pár hétről van még szó, azt a pár hetet bírjuk ki nyugalommal, higgadsággal, és meglátjuk, hogy mindenkinek jó lesz. A mai napszemlében számoltunk be arról, hogy megtartják az ételszentelést is húsvétkor a katolikus papok. Ön polgármesterként hogy látja, hogy azért egy csomó helyen nem szervezik meg ezt a rendezvényt? Nálunk megvolt a pimpószentelést is megtartották, most meg merik tartani az eledelszentelést is. Ez minek köszönhető? Hát elsősorban annak, hogy olyan lelkivezetői vannak a városnak, akik akár annak ellenére is, hogy nem minden esetben támogatták az egyházon belül is ezt a kezdeményezésüket, kiharcolták maguknak ezt a lehetőséget, amellyel több lesz Gyergyószent Miklós, mint sok más település. Én nagyon örülök ennek. Annak ellenére, hogy nem beszélnek róla, azt tudni kell, nagyon sok egyeztetés volt ennek kapcsán, nagyon sok közbenjárás, és hál' Istennek karakán egyházi vezetők vannak, és tényleg meg tudták ezt oldani. Levelezések voltak, egyeztetések, sőt, hatalmas feszültségek akár olyan körökben is, ahol ezeket döntések hozódtak. Mindenképp köszönettel tartozunk az ők részükre. Köszönettel tartozunk a rendvédelmi szerveknek is, hiszen ők is beleegyeztek abba, hogy egy ilyen nem szokványos rendezvény meg tudjon valósulni, de köszönet illeti a lakókat is, hiszen a virágvasárnap alkalmával mindenki fegyelmezettséget tanúsított, és ennek köszönhető az is, hogy akkor most meg tud történni ez az ételszentelés is, amely hát voltak napok, amikor úgy tűnt, hogy akkor el fog maradni. Hál' Istennek megvan. Egy másmilyen módon lesz alkalmunk ezáltal ünnepelni az idei húsvétot, de úgy gondolom, hogy a lényeg azért nem változik, ha bár a külsőségek azt mutatják, hogy megváltozott környezetben és feltételek között kell ünnepeljünk. A lényeg azért nem változott, a lényeg még mindig ugyanaz, ami 2000 évvel ezelőtt megtörtént, a Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük, azt ünnepeljük, hogy mindaz, amit úgy gondoltunk, hogy halott, az tulajdonképpen él, és mindaz, amit úgy gondolhatunk, hogy az megpróbáltatás és nehézség számunkra, az tulajdonképpen lehetőség és örömforrása lehet egyaránt. Legyen ez a végszó. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, polgármester úr. Nézőinknek szép estét kívánunk, viszontlátásra.
Köszönöm a lehetőséget, én is szép estét kívánok, jó éjszakát és jó egészséget.